Na, szóval, itt vagyok, bocsi, bocsi. Azt mondja, mindjárt megyek. Mindjárt helyben leszünk itt. Azt mondja, ez az. Oké. Stream start. És hoppa. Hadrián, sziasztok, Bréd, szia, meg illetve többieknek, akik itt voltak, és mindjárt. No. Jucus Cartman anti-hero, sziasztok. Még egyszer. Ezt ki kell. Oké. Miért csak most kigapcsoltam, vagy nem? Aha. Hello, darkness, my old Chagari. friend. I've come to talk with you again. Hoi. Oké, meg vagyok. Na, mehet. Ja? Adja. A billentyűzet kell nekem. Ez az. Hát, Geri, a szokásos játszási van. Blade, hát így átlag nap, csak most ugye a LMV-kezünk. Semmi olyan fejlemény, és itt kéne majd tovább jutnom. Na nézzük. Ó, szuper, Geri, szuper. Az erő legyen veled. Na, Antihero most segített egy dolgot, azt köszönöm, azt az egyik jelet itt. Na, nem látom a lőszert, baszki. Ja, várjál. Ja, de itt van, jó. Ja, ez epizód 4. Az kurva jó az első rész, én imádom. Már ilyen, hol volt ez a, amit akartam itt csinálni? Itt valahol. Aha. Aztán... Nem kell spórolni lőszerrel, mert nincs sok harc benne. Igen, igen, én is ezt értem. Figyelj, itt egyetlen egy dolog piszkál, hogy nem tudom eldönteni, hogy melyik támad meg a izék közül, meg melyik nem tudom. Ó, végre, köszi, köszi. Ezt nem értettem, hogy tüntetem el. Várjál. Na most... Miért nem adja be?
Most ezt megadta, vagy nem? Ja, jobbra volt a lúd az, az igen. I can figure this out on the plot board. Ja, ő adja, de amúgy Cartman arra még válaszol, hogy figyelj, oké, hogy a filmnek az az érdekessége, hogy élőbe dönts, de egyrészt zavaró, mert amikor élőben nézed, akkor kint van minden cseszés a izén, meg annyira egyrészt nem tudom elképzelni, meg nem is tudsz annyira dönteni a játékba, hogy érted, megtöri egy picit úgy a izét. Szóval én filmként így szívesebben megnézem ezt a Silent Hill, mint csak az a bajom, hogy ilyen rövid 5, 8 perces részek vannak. Ja, tényleg a táblában igazad van. Nem a tábla. Igen. Vagy arra gondolsz? Nem. I was sure I had the answer on the plot board. Ez szerint... Ja nem. Látod, erre is azt hittem, hogy például ellenfél. Nem... Várjál, a bordon azt mondod... This new plot beat would carry me deeper into the story. Térkép... Televízió... Hát... Hát én honnan tudjam, hogy melyiket adta meg vajon? Hát Hadriel most egyelőre nem annyira. Muszáj. Ja, megadta, aha, melyik az amúgy ez? Itt annyira nem igazol ki, mint a csajnál a cuccai közül. Térkép. Itt még van egy pár dolog ilyen kérdőjeles, ami... Ja, az a sárga spirál, de mit osszak el, mire gondolsz? Azt a 12 izét? Ezt? Ezeket, de hogy osszam el? Nem is értem, hogy... Ja, hogy ott van, hogy három, és akkor ezt ide be tudom pakolni. Ó, köszi, köszi, értem. Maximális egészséget 15%-kal. Akkor ez nekem így jobban tesz. Értem már, na ezt nem tudtam, hogy... Ó, értem. Itt kettő. Ó, ez jó. Ja, hát így meg pláne sok lőszer lesz. Kettőt. Teljes megállás. Növeli a revolver tárban lévő utolsó töltény által okozott sebzést. Felszve növeli a dupla csövű puska. Ezt többször használom. Na, ezt nem tudtam eddig. Trauma párnák használatát. Növeli a handflare hatás területét. Növeli a fájdalomcsillapok hatásának időtartamát.
növeli a közvetlen közvetben lévő ellenségek sebzését. Jó, ellen 20-ig nehezebbé teszi az ellenségek számára a felderítést. Várjál, ezt vajon el nem tudom kiszedni, jó? Visszaállítja 500 maximális életőből, ha a boostot ellenséges ányakra használod. Ellenfelek elkábítása stone. Adja meg 20, hogy az el... Na, ez mondjuk jó. Ez menő. Igen, jutós, igen, igen. Köszi, Anti, köszi, köszi. Várjál. Jó, nincs már több semmi. I had to figure this out on the plot board. Köszönöm. Várjál, ez micsoda? Traumapad. Lőszer, meg traumapad. Ja, mert nem tudok itt átmenni, mi? Ja, de? Tőlem jobbra. Ó! Velem szembe is. Jézusom, ennyi mindent elhagytam. Ó, ott van-e. Nem tudok legugolni. Ilyen szeretném... Á, értem, értem. Arjú, ha már egy... Köszi az alertet. Ja, nem, Hadriel, ez bőven elég, nem kell annyira nekem így... Kérdőjel kockába a láda... Aha, aha. Figyelj, a ládák kellenek... Köszi, Józusom, hogy a ládák kellenek a Maxhoz. Ja, a kárt menni nem kell félni, ez annyira nem horror. Virágszedőset, hát majd ha minden igaz, akkor lesz később olyan. Mármint nem ma, hanem... Várjál tőlem jobbra. I had to keep working on the story. Pedig itt jelzi. Miért nem tudom kiszedni? Nincs is olyan, hogy googolás. Ja, hogy spirálok se kellenek a, ezek a hangizékló, mikor ezek a kör alakúak, hát akkor... A, ja, de várját, akkor nem, akkor felesleges összegyűjteni, nem? Mármint... Adrian. Jaj, na nézzük. Hát akkor... Mindegy, azt mondod, hogy vissza lehet ide ezekre a területekre jönni, akkor igazából... Szerintem oda kell menni, ahol az az érdeklődési kör lehet. Ja, értem. Hát én, ne, az oké, hogy így könnyebb meg fel lehet szedni, meg összegyűjteni, mert lehet, hogy összegyűjtöm, csak azt hittem, hogy platinához kellenek, tudod. Akkor nem értem, hogy a platinához mit, mi az, ami, ami kell a platinához, mint gyűjtés szempontjából, hogyha ezek nem kellenek. Mert más nagyon nincs is szerintem. Egy boss harc volt, ami nehéz.
Na, majd kíváncsi leszek. Várjál, ez az, itt kimegyek. Most ez vagy itt fönt van. Látod, vannak olyan árnyak, amik nem bántanak, csak nem tudom, hogy mitől függ ez. I need to find the answer on the plot board. Ja, a tévéadás, bábus rejtvény kellene például. A bábus, oké, okay, az megvan. Lounge boxok. Kultládák, ja, az oké, okay, aha. Most az a kérdés, valahol meg kell változtatnom a... ezt, csak nem tudom, hogy hol. Hát nem itt. Várjál, három helyen tudom megváltoztatni. Várjál csak. Mert a nagy fa megvan, tudod, hogy ott a falon, a barlang falán van az a nagy fa, amit oda festettek. Mindjárt megnézem. Keresse meg a szektát. Várjál. Így. Azt mondja... Oké. Na. Ja, akkor menjél tovább az utolsó helyszínre, már szerintem... Valószínű. Hallójucus, mi? Az utolsó helyszínre. Mindjárt azt a kíváncsiságból ezt még megnézem. Hogy mi az a kék kérdőjel ott? Úgy. Itt bent. Ja, igen, itt, igen, igen, a másik pályán is volt egy ilyen kérdője, azt nem tudtam vele mit csinálni, itt a, tudod, itt van egy ilyen, a plakáton egy ilyen fej, itt ez. De mondta a Mon állítólag, hogy ezt most nem baj, ha kihagyom. Aha, hát jó, csak oké, hogy leírás, csak ugye, tudod, megnézem is, nem tűnik el, tudod. Ja, ja, értem, értem, hogy akkor ez nem egy gyűjtendő dolog itt, amit jelöl. Ó, ott a falon kívül van egy valami kérdőjel. Itt van valami. Sárga részek jobban tetszettek. Most hogy érted? Na mindegy, itt ezt hagyom, majd legfeljebb egyszer visszajövök és kutakodok, de most így ez nem ugrik be, hogy itt... Ja, ja, szágá, ja, 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 csaj, igen, igen.
Bocs, már félre olvasok. Hoppa, ezeket ki sem nyitottam. Ja, nem figyeltem oda, hogy mi, amit van. Így oké. Hát én nem tudom. Nehezen tudok dönteni. Meg mondtam, hogy én szabadon választhatsz a karakterek közül. De így már mindjárt jobb, mert ugye most ugye ezzel a képességgel meg tudtam oldani, hogy ha bemegyek a fénybe, akkor sokkal tovább föltöltse az életemet. Hopp, az is elmaradt, de jó. Kíváncsi vagyok. Ezeket itt elhagytam, traumapad. Van itt egy, valahol egy izi, amit nem látok, de mindegy. Azt mondja, hogy... Cipős doboz. Hoppá. Egyszer visszamegyek oda. Ja, várj, itt nem. Na, itt tudok változtatni, de itt most nem akarok. Várjál. Hol vagyok most? Nem. Várjál. Itt kimegyek. Összeomlott alagút, oda kéne eljutnom. Össze... Hoppá. Most ne csesz ki, hogy onnan jöttem. I should work this out on a plot board. Ja, értem, Anti, csak nem is az a baj, a lootok oké, csak hogy most meg vagyok kavarodva. Most hol volt, érdekes, én most, várjál, egyszer elmegyek erre, de miért van itt az összeomlott alakot, mikor úgy emlékeztem, mintha innen jöttem, várjál? Az furi. Oké, hogy három helyszín, csak a fa az ott volt ugye a izénál. Plusz még a fényekkel lehet variálni, ugye? Jaj, tudom már hol vagyok, jó. Ez lesz az. Na, itt a fa.
Ja, várjál, igen, és ott mentettem egyet, jó. Most már megvan, mit kavartam itt össze. Hoppá. Na, ez volt a legutolsó helyszín, azt hiszem, amit lehet variálni. És mindjárt, aha, látod, és ezzel nem tudom, ideig eljutottam, és kész vége. Most próbálok. Erre nem volt semmi, azt néztem. Hát ott van egy ilyen. The plot changes shake the world around me. Itt meg csak körbe lehet menni, de itt próbáltam mind a három változtatásnál, nem változik semmi. Ez kell ide. Jó, csak azt hittem, hogy majd itt felolvas valamit, tudod, így a szektára, de nem. Valahol kihagytam, várja. Itt csak egy van, látod? Lehet, hogy ez. Itt három fajta. Itt is három. Akkor itt a legelsőhöz kéne visszamennem. Mondjuk abban igazad van, az lehet, hogy... Aha, még visszább akkor. Hogy lehet, hogy ott kéne használnom ezt a két újat talán. Jaj, most bekarikáztál, beszarok neki. Várja, Hatria lesz kinek? Ez micsoda, amit írtál? Szerintem most vagyok jó helyen. Na, nem jött be új. Ja, igen, az oké, hogy... Ja, értem, mit mondasz.
Csak nem ad újat. Azt hittem, hogy ide vissza kell jönni, hogy tudod, megkapod ennek a izéját. It could not be opened on this side. Akkor vissza. It was locked from the other side. Igen, itt valószínű akkor lehet, hogy ez csak egyetlen egy izé maradt. Várjál. Az összeomlott a lagút. Igen, én is úgy néztem, mert az a fa az volt a legutolsó, ami bejött nekem. Vagy így meg, mint jelenés. Hányadik chapter? Hát ezt most még meg nem mondom neked. Harmadik, negyedik. Plot changed the details of the world. Mi lesz biztosan? Ja, igen, meg ugye volt ez is, de ezt is sem tudtam csinálni semmit.
Ez még mindig rossz hely, azt hogy érted? Mert azt mondod, ez az utolsó, akkor ugye... Ha azt nézzük, akkor... Ez mi volt ez a köhögés? Na itt akadtam el. Hát még a kisiklott vonat. Ja, várjál. Az alagútban. Ja, hogy itt a másik végére gondolsz? Lehet, hogy itt nem vettem észre valamit. Kisugó van el, azt hiszem a fáklyás írja a írás. Igen, a fáklyást azt hiszem ott is kaptam meg ráadásul. Ez ugye volt már. The scene here had changed. Várjál, a kisiklott vonatnál. Lehet, hogy akkor csak béna voltam és nem mentem át rajta. Hú, de zavaró, hogy mikor mit kell nyomni. Ja, igen, csak jó, ne, azt nem tudtam, hogy a kisebb vonathoz kell menni. Ja, így akkor oké. Köszi amúgy.
Én azt hittem, hogy itt kell valamit csinálni. De durva, hogy a játék hogy betölti így a területeket. Na, menjünk tovább. This would move the story forward. Ez viszi előre a történetet. Jó, várja, oké, most átváltottam. De csak nekem nem esik le a változás? Vagy át kell váltanom, körbe menni, és utána tudom... This thread would create something terrible in the scene. But it's what the story needed. Oh, right, yeah. Ja, de nem, ez se jó. Oké, ide bejöttem. Most még annyira se. Ajaj. Most az FBI ügynök, most próbáltam. Így aztán még sem, nincs is nyitva eleve. Ja, itt még ki se tudok menni, most aztán minden zárva van. Gyilkosszetta. Igen, itt meg ugye le van zárva, ha jól tudom, csak max belülről lesz nyitva. Nem, akkor ezek szerint csak a fákjavívős működik. Az összes többi le van zárva. Vagy hogy lezárjanak. Az oké, csak éppen nem tudok átmenni a vonaton. Vagy hát így. Ez oké. Nem. Oda át be tudok menni, csak... Ott exit ajtón át, várja. Ja, hát erre elmentem, ha erre gondolsz. Itt ezen a létrán. Itt lementem, ugye ott van az a titkos, ami itt ezt, amit nem tudok megcsinálni, ezt. Valami miatt nem adja meg. De nem tudom, hogy miért. Itt nem is tudom, mi volt.
Ja, igen, igen, innen vittem egyszer egy fényt. Innen vittem egy fényt. Valahova föl. Jé, most ki tudtam szedni. Itt meg ugye semmi nincs. Hó. Ja, de várj, szerintem ezt megcsináltam meg. Ja, hogy nem kell. Micsoda hadvihar? De, ja, hogy nem kell felvinni, azt mondod. Na várja, akkor viszont mindjárt nézem, hogy hova vittem. Ez fixen kell, hogy legyen. Ennek kell, hogy legyen, akkor ide vittem. Hova az Istenbe vittem a fényt? Szerintem ide elvittem, bazd meg. Na, beszarok neki. Lent, ja, hogy lent kell, aha, értem, akkor ott valamit, valamire nem jöttem rá. Akkor csak el kell hoznom valahonnan a fényt. Köszi amúgy a tippet. Van lent fény. Ja, várja, nem látom, igen, mert le kell hozzá mennem. Én úgy emlékszem, azt elvittem onnan. Jaj, nálam van, baszki! Jó, hogy mondod. Na, itt van nálam. Várja. Itt kell tovább. Várja. Lehet, hogy az a fa. Ó, itt van egy lánc. Valami. Várja. Helyszínt, hogy tovább tudj haladni. Ja, értem, Hadriel, értem. Igen, Liffy, igen. Azt mondja... Hát nem úgy tűnik, mintha itt tovább akarna menni. Hú, nem úgy tűnik. Középen. Mármint
Ezt hogy érted? Két oldalt tudsz csak menni. Mondjuk ott kinyit egy ajtót, csak hát az kérdés, hogy az... Mind a bármit csinálok a fénye, mind a kettő nyitva, vagy zárva van. Mind a két fa. Aha, az oké, ott kinyit egy ajtót, csak... Csak oda nem jutok be. Ja, két út között. Ugyanaz marad, ugyanolyan marad. Ja! Ó, baszki, köszi! De várjál! Ezt eddig miért nem vettem észre? Istenem! Hallod? Hát... De... Valamit nem jól csináltam fényre, mert eddig ez nem ilyen volt. Kapcsolgattam és mindig ugyanaz maradt. Köszi, köszi. Így már mindjárt más. Istenem, hát ezt egy darabig még izéhattam volna. De köszi. Ez nagyon megszapatott. Most mi változott? Ó! Most nem tudom igazából mit csináltam. Köszi, köszi a tippeket. Mielőtt még elviszem a fényt. The Echoing Hall had a story to tell.
Várjál csak. Ott bent van fény. For the story. Aha, értem már. Chains into the murder cult's hideout. No. Alex Cheese. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Ez az. Awesome. Jaj, tényleg basszus. Köszi. Summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics. It didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Ah, most kell. Oh, ez az jó, super, super. Most már innentől kezdve így értem ezt. What element I found would drive the story forward. Ah. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're milyen fokozaton vitted végig?
amúgy a játékot. Aha, valószínűleg így nem fogok visszajutni. Mondom, vissza kell váltanom az eredeti. Hopp, várja! Oha, tudtam. Na ezt utálom, látod, hogy nem tudom eldönteni, bazd meg, a kurva életbe bele elnézést, hogy most ki az, akire lőni kell, ki az, akire nem kell lőni. Érted is? Ez nekem valahogy nem egyértelmű. Ja, értem. De izé, annyira undorító ezek a sok effektekben, meg hogy tudod, nem látsz normálisan. Annyira zavaró. Ja, csak utolérnek, tudod, az a baj. Ajaj. Nem láttam, hogy hova kell. Á, faszomat. De basz meg, hát nem látsz semmit, a kurva életben van. Az csak furcsa, de hogy... Aha. De várjál, ott az a baj, azt se látom, hova megyek. Tudod, nem kéne tudnom, hogy jobbra-balra. Annyira szar van, meg hogy érted, nem tudsz normálisan tájékozódni. Várjál. Igen. A túloldalt elmegyek. Érted? Szerintem valami itt nem oké. Mármint, hogy nem tudom, hogy hol kéne bemenni, vagy ki menni. Bazd meg! Nem tudok oda lemenni, geci. Valami nem... Várj. Nem értem. Várja, most ha innen kiszedem... Jaj, most bezártam magam. Ja, hát, hát tovább menni valahol, nem tudom, hogy hova kell menni. Nem akar eltűnni. Nem tudom, hogy hova kéne mennem. Ja, oda be, mi? Aha, azt nem vettem észre. Csak utána jönnek. Csak utána jön. Hát jaj, így nehéz, hogy ugye... Nem tudom, hogy mit, hogy kell. Várja.
Most már alakul. Csak ezt az ajtót nem láttam, tudod, ahogy kergettek, futottam. De ezt nem... Ilyenkor nem nehéz körbe nézelődni, amikor kergettek. Aha, ott bemegyek azon a lépcsőn. És akkor ott fogok kijönni. Hát... Jaj, bazd meg, de... Ja jó, hál' Isten csak egy volt. Now it turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Typical New York. Aha, lépj látod. Semmi nincs. Na, látod például... Meg ez is, hogy néha működik. Bazd meg! Na, most erre mondjál valamit. Érted? Ugye kevés harc van, csak azok olyan idétlenek, hogy nem tudod, hogy hol jönnek, mikor jönnek. Most itt volt csak egy példa, hogy ez a sok-sok árnyék. Na most... A ennyi erővel lőhettem volna mindet, de ebből a, mit tudom én, 10 árnyékból csak 2 vagy 3 támad meg, és ez zavar engem, hogy nem tudom eldönteni, hogy kikre kell lőni, és kikre nem. Most itt még nem olyan gáz, de mondjuk egy például nehézebb fokozaton mész, akkor az úgy necces. Na, bazd meg, de hát annyira szar ez az effekt. Ja, hát elgondolkodtam rajta, hogy meg akartam csinálni, de nem, a Platinához nem kell, ja nem úgy, csak így érdekességképpen akartam, de hát amilyen harcrendszer van benne, hát nem tudom. Elég gyatra. Amúgy jó lenne, vagy hogy mondjam így. Az ember azt mondaná, hogy oké. Tehát így valószínű. Jó, mondjuk az egy dolog, hogy 80 millió életet fölhalmozok, de... Aha.
Aha. Hát, igen, azért mondom, hogy kevés halsz van, csak idegesítően hülyén vannak megcsinálva. Nem a számokkal probléma. Várjál, jó fele megyek. Már jönnek utánam. Aha. De valószínűleg nehéz fokozaton, amikor már tudom, hogy mit kell csinálni, akkor... Aha, most nyílik ki. Nem? Ez eddig nem volt nyitva. Várjál csak. Aha, tudom már hol vagyok, jó. Micsoda, mármint, hogy mindenhol elfutottál, vagy mi? Az szép. Jó, hogyha most már tudja az ember, hogy mit kell csinálni, akkor végül is meg lehet oldani. Max annyi, hogy néha tudod, hogy hol vannak tútok, akkor mentesz egyet a mentési ponttól, ugye elrohansz, csak összeszeded a lootokat, és akkor ugye a lámpa az mindig visszatölti az életedet. Aha. Hát Lifi, gondolom. Ja nem Lifi, a most nem kell lejjebb venni a nehézséget, mert most van bőven, tudnám tölteni az életem, csak nézem a taktikát, hogy mit kéne. Hoppá. Hogy ez az. Hogy mit lehetne kitalálni. Ah, ez az. Húva. Jaj! Az Isten verje meg! Nem láttam, hogy kell nyomni F-et. De véres. Nem, Lifi, nem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. De miért fut ilyen lassan? Presence. It was gone. Várja. Ja, igen, szétszett a vizét, mint akadály, a vonatot. The tunnel was open. Ajaj. Ne. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, haunting me. Hallod, vagyok már szerinted Antia felénél?
Meg állítólag Amon azt mondta, hogy lehet váltani a csajra, amikor akarok, hogy csak gondolok egyet és oda lehet váltani, csak nem tudom, hogy hogy. Mi az Isten az? Ja, ez a kiköltözött hold. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Vagy lehet, hogy most lehet váltani a két karakter között? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Meg Anti üzé, vártam már a magyar feliratot, ez a két nap kellett, hogy ugye meglegyen. Something had changed outside Parliament Tower, where I'd lived with Alice. It was out there, waiting for me. Most ez nem tudom hányadik rész óta. Mindjárt jövök egy pillanat.
Na vagyok, azt mondja, jaj. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. The station had changed. I was closer now. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story?
Alice's photo equipment, set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Alice's memory card. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. Years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. Was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares come.
than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Ja, Nagy Tamás, hello, hello. Szia. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Rész vége, hát az előbb is vége volt. What? 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 Túl parknyi hótpot. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. Huh. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. Oh. And after all this time, you've managed to get out. Yeah, yeah. Uh-huh. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch, or is it the Dark Presence? Both, it's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, yeah. Making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker,
I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the Cult of the Tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Hmm? Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Thank you.
Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Okay, Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her, her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air, but she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew a weapon, shouted, ran after him. Wake has more information. I need to keep questioning him.
cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake, and the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? No. Na itt most egyszer pihenőt tartunk szerintem, mert holnap meg, vagy hát reggel korán kell kelnem, aztán most csak egy kicsi fér bele sajnos, úgyhogy egyszer elmentjük, és akkor innen it's folytatom. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Egyszer itt elmentjük. Na, itt akkor egyszer pihenő. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, illetve minden többit, aztán majd találkozunk, még jövök vissza ezzel valamelyik nap. Folytatjuk. Sziasztok, jó ét, pápá!
Thank you.